minden másodperce az univerzum új és egyedülálló pillanata. Egy pillanat, mely soha többé nem tér vissza. Mire tanítjuk gyermekeinket? Mikor tanítjuk meg őket arra, hogy mik valójában? Mindegyiknek azt kellene mondanunk, tudod mi vagy te? Csoda. Páratlan a magad nemében. Soha ezelőtt nem született hozzá. Csodálatos a lábad, a karod, a mozgásod. Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven. Képes vagy bármire. Igen, te vagy a csoda. Vajon ha felnősz, tudsz-e ártani valakinek, aki épp olyan csoda, akár csak te magad? Mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeinkhez méltóvá tegyük. Pablo Casals. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, a Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tanintézményének Aranyhang elnevezésű hangszeres versenyét. Szeretném felkérni városunk alpolgármesterét, Nagyné Legény Ildikót, hogy mondja el köszöntő szavait. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Vajdonállás Városának Önkormányzatának nevében. Megtisztelő, hogy én állhatok ma itt és köszönhetem, és engedjék meg, hogy elsősorban a gyermekeket, és persze ugyanilyennek tisztelettel a szülőket, a zsűritagokat, és azokat a pedagógusokat, akik rengeteg munkát fektettek abba, hogy ma egy fantasztikus délután előnéznek az itt jelenlévők. Én azt gondolom, hogy azok a csemeték, a gyermekek, akik itt ülnek, talán nem is tudják, hogy mekkora értéket kapnak. Én tudom, volt benne részem gyermekként, végig kíséri az életüket az a tudás, az a tapasztalat, amit a zene által és ezáltal a művészet által megszereznek, és pótolhatatlan az a pedagógiai munka, amit kapnak, valóban egy életre fog szólni. Én azt kívánom nekik ma, hogy ne izguljanak, és legyenek nagyon ügyesek. Nyilván említést kell tenni a szülőkről is, hiszen hatalmas áldozat az, hogy ezek a gyerekek ebben az oktatásban részt tudjanak venni a mindennapi szervezések kapcsán, és hát nyilván ott kell állni ezek mögött a gyermekek mögött, és akkor fog megszületni az a valóban csoda, amit ma mindenki láthat. Köszönöm a pedagógusok munkáját. Én igyekszem mindig elmondani, amikor köszöntőt tartok, vagy amikor szólhatok a megjelentekhez, és talán remélem egyszer majd meg is értik, hogy tényleg nagyra értékeik, és nagyon nagy köszönettel adózunk az ő munkájukért. Én a zsűrinek már a nagyon jó munkát kívánok, és mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm. Thank you.
Thank you.
Thank you.